Emlékeztek, hogy a Gyurcsány kalapjából előhúzott miniszterelnök jelölt Márki-Zay Péter minek tartja a rezsicsökkentést? Micsoda ostobaság volt ez az, annak idején így rezsicsökkenteni. A baloldal kormányzásuk alatt 9%-ot is elérte az infláció, mégsem tettek semmit a rezsiemelés ellen. Gyurcsányék csak megszorítottak, elvették a 13. havi nyugdíjat, sokakat elbocsátottak és eladósítottak. Márki-Zay felháborító kijelentése után persze próbálja mosdatni magát, elismeri, hogy a világpiacon tarthatatlanul elszabadultak az árak. Most valóban egy olyan időszak következik, amikor tarthatatlanul elszabadulnak ezek az árak a világpiacon. Nézzük, milyen megoldásra számíthatunk a baloldali jelöltől. Nekünk nem az a célunk, hogy megállítsuk a határon a világpiaci árakat. Ismételje meg, kérem, Márki-Zay Péter. Nekünk nem az a célunk, hogy megállítsuk a határon a világpiaci árakat. Erre mondják azt az iskolában, hogy ülj le, fiam, egyes.